nem szeretek a úgymond egészségügyi problémáimról beszélni, ugye nekem volt ö, szívműtétem, úristen, valaki meghallották, hogy úristen szívműtétem volt, úristen, most mi van, most szívgyógyszer, minden semmi extra. Ugye nekem azután, most itt a Covid-os betegségem után, ugye én egyszer voltam hivatalosan Covid-beteg, ez 2020 év vége, 2020. október-november volt, amikor tényleg nagyon-nagyon beteg voltam, és engem el, elkapott ez a betegség, nem, akkor még nem voltam beoltva. Ugye ez nekem három hét úszás nélkül teljesen betegen, és nekem kellett másfél-két hónap ahhoz, hogy nullára Érjek vissza, hogy ne legyek mm -hmm. beteg, és akkor ö, én akkor januárban, 2021. januárjában éreztem magam nullán, vagy nagyon-nagyon jól. Ö, ugye ebből adódóan, ugye kardiológiailag nem volt velem semmi probléma. Kardi kardiológiailag ö, egészséges voltam, nem volt tényleg semmi szövődmény, semmi. Ö, a pulmonológiai részét nézzük, ott, ott már volt egy-két apró apró hiányosság, amit így, ami betegség, ami ott lappangott bennem, de ezt a Covid felerősítette. Uh -huh. Ugye nekem ez a Covid felerősítette most az aszmámat, ami több tényezős, felső légút meg, meg alsó, meg itt a hörgők is, és nekem ez nagyon nagy hátrányt jelentett. És én ezt éreztem. Nem tudtam elmondani akkor még, hogy mi a bajom, de éreztem, hogy valami nem százszázalékos, hiszen ér, ér, annyi év után, hogy sportolsz, érzed magadban azt, hogy hol a határod, mi az, ami jó, mi az, ami nem jó, és én éreztem magamban több orvoshoz is elmentünk, aztán eljutottunk ugye a pulmonológiára, és ott mondták, hogy hát van egy elég komoly aszmád, ugye ez nem csak, ugye több tényezős, ugye volt, kiskoromban is az voltam, ugye ez, ez abba maradt, és a Covid ugye felerősítette, ugye az allergia is. De lényeg az, hogy ugye te, te azt másként úszol. És most, és most, idén ugye kiderült, hogy ugye ez most, ez most komolyabb lett a Covid miatt. Igen. Viszont a második uh, COVID-os lett Milák az nem voltam beteg. Nem? Nem, ott csak uh, ott kettőből egy negatív teszt, uh, te kettőből egyet uh, pozitívnak uh volt egy pozitív PCR tesztem, azért maradtam otthon tíz napig, hogy mm. ne legyen semmi probléma, meg hát, a beteg, hát ha mégis ott mert mennem, beteg vagyok, akkor azért nem érdemes azzal sportolni, mert azért az elég komoly szövődményeket, mint például, amit megkaptam most is, azt az még jobban felerősítheti. Hol tehát most ez? Most ott tart, hogy rendszeres gyógyszert szedek, mm -hmm. de ez azért van, hogy nem megelőzésre, hanem csökkentse a tüneteket. Uh -huh. Ezt hosszú ideig nem lehet kibírni. Én ezt éveken, éveken keresztül húztam, halasztottam, és, és most eljutottam arra a szintre, hogy, hogy kénytelen vagyok megcsinálni, mert már annyira Tehát annyira mű... nem bírom. Tehát műtét kell. Műtét kell. Uh -huh. És ez azt jelenti, hogy neked nem száz a tüdőd? Ö, igen, és ez 2019-ben is így volt, mikor világcsúcsot úsztam. Nekem, ö, amikor elmentem ugye a, a klinikára, uh -huh. tőlem megkérdezték azt, és itt tátott szájjal álltak előttem, hogy te mégis hogy tudtál én időket úszni, ilyen teljesítményt úszni, hogyha neked a 130 százalékos vitálkapacitás helyett 70 meg 60 kal úsztál. Azért Na. ott van egy elég nagy differencia. Na, várj egy kicsit. Ö mi, 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 mi az a vitálkapacitás? Tehát, hogy ez, ez mit jelent? Tehát az, hogy amennyi, tehát amilyen szinten, ha 130%-os a vitálkapacitás, az az a forma, ami mondjuk egy élsportoló. Igen, igen. És te 70%-on úsztál Mint egy, 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 Mondhatni egy átlag ember szintje alatt voltam jóval. De az, abba, az volt ebbe a... Nagyon nehéz, meg nagyon fura, hogy ugye én edzettem, 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 fájt. Mindig fáj. Ezt, ezt nem tudod kikerülni, hogy ne fájjon. Uh -huh. És uh, elérsz egy bizonyos szint utána arra, mikor uh, már a betegséget sem érzed. Uh -huh. Nem tudsz különbséget tenni a között, hogy ez most miért fáj. Uh -huh. Szóval én uh, voltam például, hogy arcüreggyulladással úsztam hónapokig, vagy hetekig. Uh -huh. És azt akarod mondani, hogy 70 os vitálkapacitással úsztad le Michael Phelps-t? Igen. Van még tartalék. Na jó. Csak ez ez e, igazából tényleg egy rész, egészségügyi. Értem, hogy mit mondasz, értem, hogy mit mondasz. Hát ez, hát ez durva. Most erre hirtelen nem tudom, mit mondjak olyan szinten, hogy... Értem. Igen, sokan így álltak hozzá, hogy Tudod, hogy... Igen, ez így, ez így nagyon kemény. Az, hogy te ezen túl dolgozott magad, azt értem, mármint azt a részét, hogy neked ez nem volt meg akkor, hogy, hogy, hogy lehetnél úgymond, mármint úgy, tudod, amit mondasz, hogy annyira túl meg meg, 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 nyomod, hogy nem tűnik fel az, hogy mi a fájdalom, hogy, 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 hogy mi, a, mi, a, probléma része. De most erre egy hirtelen nem tudok mit mondani, hogy eh, szegény Michael, meg tudja, leúszni azt, más gyerek leúszta, ez van.